Nos, üdv, meglátogatom egy régi barátomat, és ahogy látjátok, rendkívül rossz fiúnak nézek ki ezúttal, és remélhetőleg sikerül tovább vinni ezt a szart végre. Legutóbbi alkalommal gondjaim akadtak kukákkal, hát ha ezúttal engedi. Ja persze, meg kéne dobálni még az igazgatót, mert ugye ennek még voltak előzetesei is, mármint feladatok. Hú, szaggat a játék, ne csináld ezt. Honnan is szerzek én petárdát? Hé, srác, petárda, hol van? Még most se vagyok elég rossz nektek. Azt tetszik, hogy egyébként a testem az így átmegy a ruhámon. Ez is a minőség jele egyébként. Jaj, ez iszonyatos. Ez még mindig borzasztó. Jaj, megvan, hogy van. Megvan, hol szerzek petárdát. Van bolt a játékban. Legalábbis kint a városban, ugyebár lehet autót vezetni. Nézzük, az a random autót, jó lesz, ellopjuk. Mondjuk az már más kérdés, hogy hol a bolt. Ja, itt van. Oké, nem kérdeztem semmit. Meg igen, igen, így kell kiszállni egy kocsiból. Hát a skacok ezt meglátják, min van, hát el fog állni a lélegzetük. Legfőképpen azért, mert rájuk fogok parkolni, de az lényegtelen. Na, hol van az a nagy fejű? Hadd dobáljam meg petárdával? Hűha. Hello, csak integetek. Ah! Au! Várj, ez előző alkalommal is így volt, vagy update-elték a játékot? Jönnek a zsaruk. Ha mindegy, jöjjenek csak a zsaruk, hát itt vagyok a tetőn. Hát mit fognak csinálni? Elkapnak. Ja, hogy te engem akarsz? Mi lenne, ha nem? Oké, a zsarukat nem leráztam, ők ráztak le engem. Mert inkább úgy gondoltak, hogy beállnak ilyen űrcsendőrnek és föld körüli pályára álltak. Na, mit csináljak ezúttal? Ja, tényleg meg kéne úsztatni a srácot, igen, igen. El is felejtettem, hogy így a terrorizmus után el kell követnem egy gyilkosságot, igazából ez downgrade ebből a szempontból. Ott a polis manus. Oh, bocsi. Véletlen volt. Éppen ki akarom kerülni a rendőröket. Még mindig nem emlékszem, ez akkor is így volt? Ja, nem, úgy mondta, hogy kiférek. Nem férek ki. Muszáj a rendőrön keresztül mennem valahogy. Hé! Hogy nem akarsz tőlem semmit? Te sem. Oké, keresztül megyek így a rendőrön. Meg úgy mindenki máson is. Ó. Oh. Mi? Megyetek innen! Mi történt? Mi ez? Mission failed. Hát nem tudom, hol vagyok. Segítség! Keresztül megyek a valóságon. Én valami omnipotens Lovecrafti dög vagyok. Ó, most már nem. Hát ez... Ez egy galacsint csinálnak belőlem, és úristen, tetszik ez az 5 FPS. Kapjatok el, legyen game over, vagy valami. Ez az, helyreállt a világrendje, nem kapsz el. Hogy is volt ez? Mesélj csak. Hogy? He? He? Ó. Oh. Oké. Okay. Eltanos csettintettem innen. Egy pillanatra bepánikoltam, hogy mi fog itt történni. Oké, okay, újra ismét a tóra megyünk. Ajaj. Eltűnt a srác. Hol van? Ebbe az irányba mentem ki a suliból, elkaptak és erre repültem. Úgy érzem, hogy ez egy ilyen tű a szénakazalban esett, hogy itt aztán kereshetem, úgyse fogom megtalálni. Nem, ugye ez miért lebeg, ez még csak... Ez még csak le se esett nekem, ahogy ez se esett le. Be tudok szállni? Ó, be tudok, és letaladta még egy kocsi. Ami nem tud menni sehova. Jó, nem baj, gyártottam egy kocsit. Pusztán az elmém hatalmával. Jó, hát ez egy reset sajnos. Ezt a szart nézzétek, nem bírom kiválasztani a petárdát. Ó, sikerült, és valamit csináltam. Miért? Mi volt ez? Eskü nem én voltam. Hello, srácok, láttátok azt a hidrogén bombát? Az én voltam. Elég rossz fiú vagyok? De legalább a zsaruk nem jöttek. Egy ilyen esetre már nem őket hívják, hanem legalább a hadsereget, de úgy látszik, ők most nem voltak elérhetőek. Jó, hát akkor örültem. Új tárgy elérhető. És ez hol volt? Van valami a hajadon. Vagy a hajadban. A hajadon te vagy. Use lighter from the shop.
Nem tudom, van nálam egy lighter, tehát hogyha az jó neked, akkor nekem az jó. Ezt megaszontam nagyon. Na, most miért vagy ilyen? Ez csak terrorizmus. Most én ezt fölvettem, igen. Ez az! Hát eddig nem éreztem magam hülyének, most aztán... Ó, és le tudok ugrani a fejükön. Hello Bello, megjött a helyi basszájba, mi a helyzet? Menő botom van. Engem már csak egy nagyon magas mogyoró tud megállítani, esetleg egy mágnes. Jó, hol tartottam? Ja igen, kuka. Ó! Ja, hogy ez... Jönnek a tűzoltók, az mennyire fogja megakadályozni a tervemet? Ó! A francba már! Fölgyújtok egy kukát, és egyből én vagyok a gyanúsított. Mert más nem követel terrorizmus, csak én. Képmutatók. Itt fogsz dolgozni örökké. Te, menj innen! Menj innen! Te, boszorkány égetés folyik itt. És annyira elüldöztem, hogy elfelejtette, hogy itt vagyok. Értékelem, amit a közösségért teszel, de most tönkreteszed a munkámat. Menj innen! Úgy te aztán kitartó vagy, mocsok vagy. És ha újra meggyújtom. Számít! Gyere csak vissza! Gyere vissza! Hova mész? Meló van! Most bezeg feladod! Ezért lenyúlom a tűzoltókocsit. Ó, hello, beszálltál te is? Na mindegy. Hú, ez aztán élesen fordul a rohadt életbe. Na de várjál, most jön az abszolút 200 IQ, mert hogy volt nála tűzoltókészülék és azzal oltotta el. Tehát, mi van, ha én eloltom és újra meggyújtom? Itt aztán hatalmas gondolkodások mennek. Ha-ha-ha-ha! Megtörtem a rendszert! nem akar kialudni. Mégsem törtem meg. Ó, ezt tudom tolni is. Aliho, hoztam egy konténernyi poklot, kér valaki? Ne! Utálom a felnőtteket, elnyomják a gyerekeket, meg a gamereket. Írhatok a papírrepülőre? Az mit akar? Nesze, üzenet. Hát ez le se szarta. Hát jó, pedig ezt a szerelmes levelet neked írtam. Ó, de drámaian estél össze. Végre túlestünk ezen. Most firkáljuk össze két táblát. Krétával persze, mi mással. Jó, hát a kreativitás most nem viszem túlzásba. Konkrétan úgy fogja a krétát, nem is fog krétát, ez inkább csak integet, hogy hú, ez az, köszönöm, hogy elnöknek választottatok. Szóval itt csak integet, egyébként úgy fogná, mint a sprét, és képes vagyok krétával innen firkálni a falat. Hát ez nagyon jó. Csesztél már ilyet? Ó, várjunk csak, gördeszka. Ez igen. Tony Hawk bekaphatja. Dobjak egy cápát a medencébe. Ez egyszer, mintha már megcsináltam volna. De mik ezek a feladatok, hogy gyújtsak föl pár kukát, meg firkáljam össze a táblákat, majd dobjak egy dinamitot, tudom petárda, de olyan erős, mint egy dinamit. Dobjak egy dinamitot az igazgató arcába, és most fogjak meg egy cápát és dobjam be a suli medencéjébe. Hát ez aztán eszkalálódás. Hát hello cápali. Nem tudom, hogy behallatszik-e, de a szomszéd éppen fát vág, és megjegyzem, késő este van. Szóval ez a fickó vagy fát vág, vagy valakit le. Kicsit gyanús, hogy minden alkalommal ilyen zaj jön a pincéjéből, hogy pum, pum. Jó, most már csak az úszodát kéne megtalálni. Miközben itt van egy nyomorult cápa a kezemben, ezen még mindig nem tudtam magam túltenni. Tényleg el tudom képzelni a párbeszédet, hogy tegyél majd cápát, hát az tök jó lesz. Ne. Jó, tudom, illegális a cápa, de a francba. Hogy? Vége a második napnak. Ez az! Még mindig nem tanultam semmit, mindössze csak mindenféle háborús bűnt követek el. A genfi egyezmény a számomra inkább csak genfi javaslat. Oké, ereszem ki a csirkéket. Azt is már egyszer megcsináltam annó. Itt egy roncstelep, ezt eddig nem láttam. Aha! Bingo! Tudod, hogy ezzel is kell valamit majd csinálnom, hogy az igazgató kocsiját dobjam a tóba, vagy valami ilyesmi. Addig is ezt a kocsit így. Hogy is kell leraknom? Így. Így. Hogy rakom le? Hát ez itt rohad meg. Na futás!
aztán az ebédpénzt is verjétek ki a nyomorultakból, és átmennek a... miért? Szerintem szőrös a lába. Vezessem az iskola buszt a tóba? Persze! Micsoda csínytevés! De tényleg olyan ártalmatlan dolgokat csinálok, hogy vízbe folytok valakit, fölrobbantom a sulit, de teljesen normális dolgok. Ennél nagyobb csínytevés már csak a második világháború volt. Azt rendszeresen elfelejtem amúgy, hogy merre van az a rohadt tó, de azt hiszem, ja, meg is van a tó, itt is van. Csak panaszkodnom kell, és a megoldás csak jön velem szembe. Úgy de szépen mesésen tudsz ugrani néha. Dobjak egy kockát a medencébe? Hát ez nem probléma, gyere csak! Nem, te nem kocka vagy, melyik vagy? Te ott! Most így elkövetek csak úgy egy ilyen halovány emberrablást. Múltkor itt egy cápa volt, remélem nem gond. Bunyozzak egy sportolóval. Valahol a focipályánál biztos van egy. Oké, hát kaptam 6-ot egyáráért. És ezek egymással bunyóznak? Esetek egymásnak, nekem úgy is jó. Úgy. Úgy látszik az egyik megverte a másikat, és így nekem számolta. Na most kapjatok el. Na mi van? Mi most meg kell találnom, hogy hol él a matek tanár, elve ki ő? Tehát, hogy én honnan tudjam, melyik az? Ott a sárga nyíl, tényleg. Az isteni sugallat. Ó, ez a ház be van rendezve rendesen. Nagyjából. Ujjaj, ne. Így inkább tedd el, mert beszorulunk, aztán jól nézünk ki. Aha, bingo. Ja, hát akkor gratulálunk. Megvan a harmadik nap, miközben egy nagyon durva csótányt égetek abba az irányba. Dobjak büdös bombát két felnőttre. Hát az még jó, hogy van nálam. Meghoztam a gyógyszert. Tehát, hogy le se szartad, de cserébe én lettem büdös. Húzzam le az igazgató gatyáját, és a csávó már tudta, hogy valamit el fogok követni, úgyhogy el is kapott érte. Tehát húzzam le az igazgató gatyáját. Azt hogy csinálom? Mármint tudom, két kézzel meg egy határozott mozdulattal, de azon túl. Tehát, hogy oda megyek hozzá. És megverem. Ah, oké. Miközben pofán vágtam, leúztam a nadrágját. Hát én nagyon menő vagyok. Új tárgy elérhető? Egy jobb menüt kéne ide beiktatni. Mert... De mi ez? Ez mi a szar itt? Gravity Gun. Jaj, nem árt tényleg. Ez komoly cucc. Aha, csak képes vagyok elkapatni magamat vele. Nem baj, ez legyen egy lecke számodra. Idézzek esőt az totemmel. Mi van? Irányítom az időjárást, akkor én nagyon rossz vagyok. Fú, haver, te nagyon rossz vagy, hát izéje, csináltál vihart, ó. Jó, mondjuk az tényleg király lenne. Fú, ez az, haver, hát visszahoztad a dinoszauruszokat. Te nagyon rossz vagy. Ó, úgy látszik kicsit, hogy visszaesek a valóságba. Aha. Jó. Zsír! Esik az eső az épületben is. Ó! Ja, hogy ennyire esik! Én kérek elnézést! Azért ezt én se akartam. Azt hittem, hogy ahogy csak esni fog nagyon jó, azt erre mit csinálok? A Noé bárkája 2. Ó, de le tudok menni oda. Ja nem, ilyenkor instant kinyír. Ó, úristen, cápák a suliba! Kijöttél a medencéből? Na, srácok, elég rossz vagyok? Ó, csökken a vízszint. Ezt nem viszem el. Ezt a szart. Úristen, egy felnőtt, gyerünk, cápa, kapd el! A francba. Ez a gyerek, ez az egyiptomi 10 csapás egy szemében. Aha, na most kell ellopni az igazgató kocsiját, és elvinni a roncstelepre. Persze, hát... Jaj, emlékszem az én időmben milyen rosszaságokat csináltunk, hát. Bedrogoztuk az igazgatót, aztán körülmetéltük, nagyon jó volt. Ott is egy cápa. Fociznak ott szépen a gyerekekkel. Az edzőre lőjek tűzi játékot. Jó, persze. Legközelebb meg majd a gondnoknak dobok antraxot, jó? Hogy? Hú-hú! Az igen, az nagyot szólt. És ez volt a negyedik nap, hú. Alakulunk át lesz, ez víve lassan. Ugráljak 5 gyerek fejére ezzel, jó. Hát kár, hogy zsinórban nem megy ez. Hoppá, ez nem gyerek volt, az felnőtt. Ez téves. Új tárgy elérhető, ez hol van? És mi volt az? Na, ezt most gyorsan megnézzük.
Ugye nem akarsz balhét, ugye elfelejtetted, hogy én voltam. Jó, elfelejtetted, hogy én voltam. Valahol földszinten van az az új tárgy, bármi is az. Ez mi a szösz? Ugye nem? Ez kész! Miért? Ezt a játékot nem hiszem el. Ez a játék most lett nálam. A plusz. Kezdik el kajacsatát az ebédlőben? Hát ez nagyon lágy. Kajacsata? Ó! Jó, oké. Haverod volt? Nagyon érzékenyen fogadod ezt. Új tárgy elérhető. Na, az mi a sósav? Aha, bingo! Hát hol máshol legyen, mint a kémia terembe? Jaj, ne. Mit csinálok? Mi ez? Ne! Hát ez hihetetlen, mi a franc? Jump smash! Bah! Most állítsatok meg! És lefogja a hákot! Ez az ember egy legenda a fizetésemelés neki. Ez lefogta a hákot. A francnak se kell Hulkbuster. Ez az ember elintézi önmagának. És így is tudok tárgyakat használni? És így is tudok. Hát kevesebb ijesztőbb dolog van egy repülő háknál. Hát a Marvel bekaphatja. Ez a végjáték rendezői változata. Rendesen ugrani sem lehet, mert túl magasra ugrom. Na, elég rossz vagyok már? Dobjak egy papírrepülőt az igazgató irodájába. Jó. Természetesen. Ó, visszaváltoztam. Aha, és zárva az ajtó, furmányos egy fickó. Csak egy papírrepülő van nálam, ember. Nyugodjál már. Jó van már, Sztálin tanár úr. Mennyire nem akarlak elpusztítani. Jó, akkor az igazgató irodájába, hogy... A dobok papírrepülőt. Ha tippelnem kéne, az ablakon keresztül. Úgyhogy már csak a megfelelő ablakot kéne megtalálni. Ebben a súlyban meg annyiszor csengetnek, és még egy óra sem volt. Na, melyik az igazgató irodája? Szerintem az ott. Hát ez nagyon... prank. De azt tetszik, hogy így a játék átmegy nulláról százra, tehát dobjál egy papírrepülőt, majd takard el a napot. Lopjam el a labdát a futballjátékosoktól. Jó. Simán. Egyik lába mit, a másik meg ott? Hú, szép volt. Ha nem gond, én inkább elpattogok innen. Oké, tűzi játékot a könyvtáros nénének. Rendben van. Aki most, ahogy látom, éppen a tanáriban lazít. Ezt nézze! Ajándék! Ez egy laza nap volt, nem volt semmi extra. Hatodik nap? Hány nap van ebben a suliban? Te mit csinálsz itt, ez a tanári? Ez illegális. Remek, fejbe lőttem egy tanárt. Jöjjenek ide a tűzoltók és a kocsijukat vezessem az óceánba, jó? Egy biztos módszert tudok erre. Feltéve, ha sikerülne végre kiválasztanom, hogy lehet ezt, azt mindig nem tudom. Mert egyszerűen... Ha van egy tárgy, amit én akarok használni, akkor kész, meghűl. Válaszd már ki, hogy kell ezt irányítani? Nem olyan könnyű ám, mint aminek tűnik, tehát az, hogy az egeret lejjebb viszem, francokat. Ott van. Válaszd már ki! Na végre. Ki hitte volna, hogy a tűzoltókat kihívni ilyen nehéz? Ha nem gond, ezt kölcsön veszem. Azért elkezdtem süllyedni csak úgy. És eltűnt a tűzoltókocsi, úgy látszik ez a képzeletem szüleménye volt. El kell engednem, a baleset már 5 éve volt. Hát akkor vissza a rossz fiúkhoz. Jövök már. Most meg lovagoljak a suliba. Érkezzek meg lóháton. Hát ezt is már megtettem egyszer, de rendben van. Megteszem újra. Látszik, hogy én született rossz fiú vagyok. Húhú, nagyon rossz fiú vagyok. Gravity Gunnal dobjak el 5 embert. Remélem útlevél van. Mert mész Brazíliába. Menjek át 5 emberen útengerre. Egyik pillanatra a másikra eszkalálódik az egész. Hoppá! Oké, azért nem hagyod magad. Ez volt a 6. nap vége. Hogy hétvégén is suliba járunk. Nem csoda, hogy terrorista vagyok. Mi most kövessek el rendőrgyilkosságot? Hogy őszintén nem áll távol ez tőled most így ebben a játékban. Azért elég intenzíven kezdődik ez a nap. Ilyen még a Postal 2-ben sincs. Ott se kezdődik úgy, hogy menj és kövess el genocidiumot, az mindössze csak egy bónusz, semmi több. Ott olyan feladatok vannak, hogy vegyél tejet. Egy csomó ártatlan dolog.
itt meg egyből jönnek a rossz fiúk, és így tudom, mi lenne mókás, a holokauszt, kövess már el. És mint ilyen jó kis rossz fiú, én meg is csinálom. Hova a tökönbe megyek amúgy? Na hát ezt ha akarom, se tudom jobban csinálni. Konkrétan be vagyok ide szorulva. Hoppá! Na, ez az, jönnek is. Tűzijátékra nem jönnek, de ha petárdát eldobsz, jaj neked. Most már csak azt kéne elkövetni, hogy ide bele is essenek, azt nem tudom, hogy fogom megoldani, de... Van egy ötletem. Hey, Mr. Policeman, hol vagy? Na most már csak el kéne valahogy érni, hogy leessen. Oké, így is jó. Nem is rossz fiúk vagyunk, hanem egy a konkrét maffia. Elhallgattattuk, mert túl sokat tud. Don Salvatore elégedett lesz. Szerintem a Magic Potion alatt a Hulk elixírre gondol. Oh, bocs, nem akartam ekkorát ütni. Nem vagyok tisztában a saját erőmmel itt. Menj innen, mert felruglak. Hulk mindig is egy különc gyerek volt. Kössek egy felnőttet a rakétához. Tehát, hogy kötök egy felnőttet oda? Így? Hogy ez így? Sose próbáltam a kötelet. Gyere csak! Wow! Hát ez összejött. Hogy én mekkora csíntevő vagyok. Ezt hogy kell érteni? Kapjam föl? Tehát, hogy ezt megteszem, elég kicsi ember. Tehát fölkapom én az igazgatót. Nem probléma. Ez az ultimate prank. Ennél rosszabb fiú nem lehet, mint én. Ez kizárt dolog. Hát jó szórakozást az igazgató úrnak, én leléptem. És még mindig nincs vége. Tehát hogy lehet ezt még fokozni? Basszak egy meteort az egész iskolára, vagy hogy? Öt nördöt támadjak meg íjjal, húha. Prank. Ja, ez nem is nerd volt, várjál. És ha téged megtámadlak ötször, az számít? Aha, számít. Hát akkor te leszel az öt ember egy szemében. Gratulálunk! Hát ez aztán szar befejezése volt a napnak. Még egy rendőr a gödörben. Ja, ugyanazok a feladatok. Érdekes, furcsa, hogy így nincs befejezése még a játéknak, hanem hogy a 8. nap után így, vagy a 7. nap után így rögtön elkezd ismétlődni. Na mindegy, ez jó volt, amíg tartott. Azért kíváncsi lennék, hogy funkcionál a multiplayer-e. Leszek rendőr bácsi. Ó, és van nálam minden. Aki kitalálja, mi volt ez a dallam, az kap egy piros pontot. Vérdíj van a fejeden. Köcsögjössz velem. Már mi? Valaki csatlakozott? Mi van? Hát igen, az a helyzet, hogy csináltam egy publik szobát, mert egyáltalán nem számítottam rá, hogy valaki valaha följön. Úgyhogy ez nagyon kellemes meglepetés volt részemről. Kicsit repkedtünk, bunyóztunk. Ő megmutatta, hogy működik a poroltó, én megmutattam, hogy működik a gravitáció. Valami elmegy jutsuval szépen összehajtott, majd bevallotta az érzéseit, úgyhogy... Ja, nagyon kellemes volt ez az egész, hogy őszinte legyek. Én is írtam neki egy üzenetet, hogy igen, én vagyok az. Úgyhogy kedves Levi, nem tudom, hogy látod-e ezt a videót, de ha igen, akkor üdv, és köszi, hogy benéztél. Na de én ezzel a játékkal egyelőre végeztem, úgyhogy megyek kínzom magam valami mással. Na csáó!